városunk polgármesteri hivatalának dísztermében a sokat látott falak között vagyunk, azért, hogy Ferenczi Máriát kérdezzem bizonyos dolgokról, amivel ön képviselőasszony úgy érzi, hogy pontosításokra van szükség. Nagyon sokféle projektről beszélünk, nagyon sok darabszámú projektről beszélünk, az biztos, hogy jelenleg egy folyamatban lévő projekt van Balmazújvároson, amivel kapcsolatban még várat magára az, hogy a képviselőtestület a beszerzési eljárást lezárja. A kerékpárútra, parkolóra és a játszótérre. Így van, az élhető település projekt hármasára gondolok, így van. Nagyon örülök, hogy ezt a kérdést feltette nekem, mert azt gondolom, hogy ebben is nem árt, hogyha a lakosság egy másik véleményt is meghallgat, és nem mindig csak az egyik oldalt hallgatja meg. Balmazújvároson sok-sok évekkel ezelőtt épült a kerékpárút a temetőig. Az a kerékpárút már akkor is rossz volt, amikor elkészült. Rengeteg kritikát kapott a lakosságtól, rengeteg bejelentés érkezett az akkori polgármesterhez. Balmazújvároson szerintem jó, ha mindenki tudja, hogy biztos, hogy lesz kerékpárút a központtól a temetőig, ha máshol nem is, de ott biztos, hogy lesz. Biztos, hogy lesz a Szigetkertbe játszótér, mert az is nagyon aktuális, hiszen hosszú éveken keresztül ott mindig is volt játszótér, hol ilyen, hol olyan, de mindig volt a gyerekeknek egy olyan szabadidő rész, ahol tevékenységeket lehetett folytatni. A parkoló építése a vasútállomásnál az biztos, hogy meg fog épülni, hogyha másképp nem, akkor összekötve a P+R közlekedési programmal együtt, amit Debrecen városa tervezett megvalósítani nálunk. Egyet tudni kell. Ennek a projektnek a lezárását nem csak én, hát rajtam kívül még van másik 5 képviselő, aki nem támogatta, méghozzá azért, mert Balmazújvároson az elmúlt években megvalósított beruházások, és most nem sorolom fel, hogy melyik, amelyik ön által be van fejezve, bár nincs mindegyikkel még elszámolva, de rengeteg minőségi kifogás van ezek ellen a projektek ellen. Én egyet emelnék ki, a belvízvédelmi projektet. Testületi ülésen is elmondtam, el kell menni a bánlakra, meg kell kérdezni az embereket, hogy akarják-e, hogy ugyanaz az ember, és nem vállalkozóról beszélek, hogy ugyanaz az ember építse-e meg a központba a kerékpárutat, mint aki megépítette a bánlaki település részen a belvízvédelmi projektet. Az kritikán aluli, és nagyon finoman fogalmaztam. Ha valaki állítólag azt mondta polgármester úr, hogy rossz volt a terv, nem jól tervezték meg, oké, nem láttam a tervet, el tudom képzelni, hogy rossz volt. De hogy aki kivitelezi és nem látja, hogy fentről lefele folyik a víz, és fent nem kell kiárkolni az árkot, mert onnan le tud folyni a víz, lent kell mélyíteni az árkot, mert onnan nem tud elfolyni a víz. Ha valaki, mindegy, hogy a tervezben mi volt, de úgy építette meg a belvízvédelmi projektet, hogy elzárta a víznek az útját bánlakon, akkor az azt gondolom nem nyúlhat hozzá Balmazújvároson a kerékpárúthoz. És ezzel én mindent elmondtam, ez az én véleményem. Balmazújvároson ugyanaz az ember nem építheti meg a kerékpárutat az én szavazatommal, az én hozzájárulásommal, mint aki megépítette a belvízvédelmi projektet. Ha valakinek nincs referencia munkája e tekintetben, akkor nagyon rizikós egy ilyen beruházást rábízni, és akkor pont Balmazújvároson lesz kerékpárút, azt gondolom, ezt mindenki meg fogja ígérni, függetlenül a választásoktól, függetlenül attól, hogy képviselő vagy polgármester jelölt az illető, mindenki meg fogja ígérni, de egy minőségi kerékpárút építésére van szükség Balmazújvároson, a központtól a temetőig. Ki ez, aki ezt a rossz minőségű munkát elvégezte, és nem bízható rá további, mivel feltételezzük róla, hogy
ilyen munkát fog végezni? Teljesen mindegy, hogy ki. Balmazújvároson mindenki ismeri egymást, a vállalkozó világban mindenki ismeri egymást. Lényegtelen most a neve, hogy ő ki. Aki végezte azt a munkát, az nem építhette meg véleményem szerint Balmazújváros központjába a kerékpárutat. Nem hiszem, hogy ennyire körösen kell fogalmazni. Nagyon sokszor hangzott már el ez a kijelentés. Csak is nyilvános adatbázisokban elérhető információkat fogok mondani. Ugye a közbeszerzési tájékoztató szerint ezt a rossz minőségű munkát a Botó Bau Kft. Egy miskolci székhelyű cég az, aki végezte. Az élhető települések projektben pedig a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata szerint, ugye akinek ezt a jogkört 2023 őszén adta át a képviselőtestület, javasolta a projekt három elemében egyrészt a hajdúszoboszlói Magyar Mélyépítő Kft.-t, illetve közös ajánlatot tett a projekt két elemére, a Csőmobil Budapest és a Keletút Kft. Nyíregyházi cége. Én nem látom visszaköszönni a Botó Bau Kft. Miskolci céget a közbeszerzési bírálóbizottság javaslatában. Én örülök, hogy önt így felkészítették, hogy még le is írták, hogy mit kell kérdezni, de én a Botó Bau Kft.-vel életemben nem találkoztam. Fogalmam nincs, hogy ki ő. A másikkal sem találkoztam. Én egy bizonyos emberről beszéltem, aki ott a gépen ült és végezte a munkát, és arról beszélek, aki most ennek a projektnek a kapcsán napi szinten megjelenik a polgármesteri hivatalba. És nem tudom, hogy ki, milyen cége, hogyan pályázik, annyit tudok, hogy kivégezni a munkát. Tehát alapvetően felelős generál kivitelezőként teljesen új nevű cégek jelentek meg ebben a projektben, nem pedig az, még a székhelyeknek a megyéje sem stimmel, aki ezt a belvízvédelmi projektet csinálta. Annyi kérdésem lenne, hogy még ezzel kapcsolatban, hogy amellett, hogy röviden lereagálom, tehát sajnálom, hogy nem nézik ki belőlem képviselőasszony, hogy tudok értelmezni egy képviselőtestületi anyagot és egy előterjesztésből ki tudok olvasni három nevet, saját magamtól is. Ez történt egyébként. Azt szeretném még ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy két alkalommal is, illetve több alkalommal is volt lehetősége a képviselőtestületnek, hogy lezárja ezt a projektet. Hiszen a projekt, illetve hát nem a projektet, elnézést, én fogalmaztam rosszul, a közbeszerzési eljárást lezárja, hiszen erre törvényi kötelezettsége van, a közbeszerzési törvény 70. paragrafusa szerint. Először azzal az indokkal nem zárták le a beszerzési projektet részben, hogy még nincsen meg a kiválasztott kivitelező mind a három projektelemre, mikor pedig meg lett már a mind a három projektelemre a kivitelező, akkor meg azért, mert az egyik szereplővel kapcsolatban későbbi minőségi kifogásokat feltételeztek. Azt szeretném csak megkérdezni, hogy még a választásokig bármelyik projekt részhez tudna-e támogatást, indító támogatást adni, hogyha nem olyan cég lenne, aki a kivitelező, akiről úgy vélelmezi, hogy minőségtelen munkát fog végezni? Én azt gondolom, a választásig már szűk három hónap van. Felesleges lenne beleruhanni. Hát van olyan projekt, amit 5 év alatt nem tudtunk elvinni odáig, hogy egy normális közbeszerzést lezárjunk. Akkor most mit akarunk 3 hónap alatt? Tehát még egyszer szeretném elmondani, az a problémám, hogy ez a képviselőtestület véleményem szerint egy olyan projektet tud felmutatni, amit azt gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk rá. Ez a Kadarcsban a rendezvényközpont és a Betlen utcán a kézműves ház. Nem azért csak önmagában, mert ezt egy balmazújvárosi vállalkozó végezte, hanem azért, mert arra sem érkezett olyan árajánlat, ami belefér a büdzsébe.
Ahhoz is hozzá kellett tenni egy 38 millió forintos saját bevételt, mert a vállalkozók, akik minőségi munkát tesznek le az asztalra, azokat meg kell fizetni. Visszatérve a belvízvédelmi projekt és a kerékpárút között húzott párhuzamra, nem kell elsietni, mert be lehet fejezni 2025 akármeddig, bár azzal sem értettem egyet, hogy ennek a projektnek 2029 lett volna az elszámolási határideje. Hogy ez az önkormányzat miért gondolta azt, hogy 2 évvel hamarabb akarja befejezni, hiszen 6 év alatt nem tudott befejezni projekteket. Miért gondolták azt, hogy pont ez az egy projekt lesz az, ami 1,5-2 év alatt meg tud valósulni? Csak megjegyzés szintjén, ugye a tények a befejezett projektekkel kapcsolatban másképpen beszélnek, mint képviselőasszony, akkor lényegében leszögezhetjük azt, hogy a fejlesztési projektekkel kapcsolatban csatlakozik Tóth Attila képviselő úr véleményéhez, hogy a választásokig már nem igazán támogat ilyen jellegű fejlesztő beruházások elindulását Balmazújvároson. Én nem csatlakozom senkihez sem. Csak megjegyeztem, hogy ez téved, ő ezt ez tévedés, hogy ez tévedés, hogy engem valaki irányít, mert azért én már a koromnál fogva sem engedem meg azt magamnak, hogy engem bárki is irányítson. Ezt azt gondolom, hogy legjobban Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármestere tudja, hiszen 2019-ben megkísérelte ő is, hogy irányítson engem, és nem sikerült. Azóta sem. Nem hozzá csatlakozom, hanem elmondtam többször. Rövid az idő, ahhoz, hogy egy átgondolt, egy jól megtervezett és egy jól kivitelezhető projekt megvalósulhasson, mivel eddig ez a képviselőtestület azt bizonyította számomra, hogy az én igényeimnek megfelelően egyetlen egy projektet tudott úgy befejezni, és átadni, és elszámolni vele, ahogyan egy projekttel kell. Nincs másik olyan település, és ön hiába mondja, hogy elkészültek, mindaddig, amíg nincs elszámolva, amíg a záró határozat meg nem érkezik, hogy minden projektet lezártak, elfogadták az elszámolásokat, hát ebből a 10-akárhányból 3-nak zárult le azért a 3 projektnek. Hát én ebben a 11. mellékletben látok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nem lát lezáró határozatot. Nem. Esküszöm, azt, hogy benyújtották. Képviselő azt, hogy nekem is ugyanez a határozatom van. Azt, hogy benyújtották. De az, hogy lezárult, nem mindegyik zárult le. Értettem. És ami lezárult, annak van olyan, hogy visszafizetési kötelezettsége van. A gázmotor projektnek. Más is van. Más is van. Visszafizetési kötelezettsége van a belvízvédelemnek is, mint ahogy azt az előbb elsoroltam. Annak is van 16 millió, nem tudjuk az ipari parkot, nem tudjuk a leromlott várost, nem tudjuk az új telepi szegregátumot. Én továbbra is látom ebben a táblázatban ezeket a számokat, de önnek biztos más táblázat. Ezen nem fogunk összevitatkozni. Én ezt a város hivatalos honlapjáról nyomtattam ki, és ráadásul ez a táblázat megegyezik a két előterjesztésben. Ferenczi Mária képviselő azt mondja, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre.